Autók állnak a Korányi és a Csalóköz sarkán, a nap minden szakában nehéz feladata van annak, aki itt szeretne balra kikanyarodni. A város meg tudná oldani ezt a problémát, az önkormányzat ugyanis nyert egy közel 275 millió forintos pályázatot, és egy körforgalmat építene a problémás szakaszon, közölte Kósa Árpád kabinetvezető. Azonban a beruházás megkezdése néhány közeli lakos ellenállásába ütközött. A Korányi útnak a körforgalommal való fejlesztése az szerintem egyértelmű, hogy szükséges. Környezetvédelmi szempontból, balesetvédelmi szempontból, tehát hogy ne legyen annyi baleset, mindenképpen szükséges. De korábban én azt hiszem, hogy bizonyos dezinformációk okán ott egy társasházban élők, akik egy bizonyos tulajdonnal rendelkeznek egy érintett zöld területtel kapcsolatban, ők úgy tűnt, hogy nem akarják, hogy ez a körforgalomot létesüljön. Ez az a kisebb fákkal és cserjékkel benőtt zöld terület, amely vélhetően egy több évtizedes adminisztrációs hiba miatt került a szomszédos társasház lakóinak tulajdonába. A hétfő esti lakossági fórumon többek között azt is bemutatták a Városháza dísztermében, hogy a kivitelezést követően mennyiben változna meg a társasház melletti fás bokros rész. Egy ágyháló tudja mellett kívüli rész, tehát ami a házak felé van, az már meg tud maradni. Itt van három darab fa, amit nyilván ki kell várni, mert itt van egy széle a mérő résznek. A polgármesteri kabinet vezetője hozzátette, a tulajdonosok egy részének akaratával szemben nem fognak építkezésbe kezdeni a kereszteződésben, hiszen a demokrácia lényege, hogy a kisebbség érdekeit is megfelelően képviseljék. Éppen ezért az ő akaratukat megvédve helyezték már át a ház elé tervezett buszmegállót is. A lakossági fórumon elhangzott, az 1980 négyzetméteres, egyébként forgalomképtelen, tehát nem értékesíthető és be sem építhető területnek 228 tulajdonosa van. Közülük volt, aki a körforgalom létjogosultságát is vitatta, de olyan is, aki a parkolóhelyek hiányára hívta fel a figyelmet. Az a társasház, ami 30 évvel ezelőtt épült, annak úgy kellett volna épülnie, hogy a parkolói a telken belül legyen. Akkor nem volt ilyen törvény, nem volt ilyen rendelkezés. Mondom, 30 évvel beszélünk, nem most akkor. Most tudom, én építőszorok, jó néhány társasházat terveztem szerte az országokat, most ez jelenleg jogosan így van, de utólag vissza követelni, de akkor sikítsz vissza az utolba, ez kicsit törvénytelen szerintem. Az ott lakók közül többen úgy látják, hogy szükség van a körforgalomra, a földterületet pedig fel kellene ajánlani a városnak, hiszen a körforgalom hiánya nem csak a közelben lakók, hanem a városrészen átközlekedők számára is egyre nagyobb problémát okoz. Nem csak a saját álláspontomat, hanem többünk álláspontját is jelzem azzal, hogy mi Kalevala sétányi lakosok lévén szeretnénk a körforgalmat, mert lehetetlen az ABC-től egy balra kifordulás. Azt is lehetetlennek tartjuk, hogy 228 tulajdonosnak egy-két négyzetmétere miatt sok ezer vagy több tízezer városlakó, vagy a város vonzás körzetéből naponta bejárók azért veszélyesebben közlekedjenek. A polgármesteri kabinet vezetője elmondta, az érintett tulajdonosoknak felajánlottak egy jelképes összeget a földterület rájuk eső részéért, erről tértivevényes levelet küldtek válaszborítékkal, melyben egy közeli határidőig nyilatkozhatnak arról, hogy legyen a körforgalom a kereszteződésben vagy sem. Ez jövő hét péntek, ha én jól számolom, akkor az február 7-e, ameddig nyilatkozhatnak a vagyonosztály számára, hogy akkor ők ezt a jelképes összeget, amit felajánlottunk, ezt elfogadják. Egyébként miért jelképes összeg, ez a kérdés felmerülhet. Máshol is, ahol építkezünk Nyíregyházán, ott az emberek felajánlják útépítéseknél, ez klasszikusan az útpatkát például tulajdonrészt, és akkor mi fejlesztjük az utat, hiszen egy ilyen fejlesztés okán az ott élőknek az ingatlanának az értéke értelemszerűen méghozzá jelentősen növekszik. A hétfő esti második lakossági fórum időpontjáig a visszaérkezett levelek alapján mindössze 12-en fogadták el a 2500 forintos jelképes összeget a felajánlásukért cserébe.